Az iskola olyan intézmény, ahová az emberek életük során hosszabb, rövidebb ideig kötődnek, befolyásolja életüket, sorsuk alakulását. A Neumann János Általános Iskola mennyiben más, mint a többi? Miért ajánlom éppen ezt a nagymúltú, felújítás előtt álló iskolát? Mozgalmas, élettel telt birodalmunkban tett pár perces barangolás során megmutatjuk sajátosságainkat, hétköznapjainkat, bízva abban, hogy felkeltjük érdeklődésüket. Az iskola a belváros peremén a 11-es Huszárút körforgalmában álló tetőteres épületében fogadja naponta közel 500 tanulóját. Forgalmas út mellett épült, ám hatalmas udvara, parkja háborítatlan zöld sziget, ahol a gyerekek szabad idejüket és tanóráik egy részét töltik. A várost átszelő Borostyánkő út összeköttetést biztosított Európa országai között. Mi ezt a hidat angol nyelvoktatásunk magas színvonalával biztosítjuk. 8 éven keresztül kiváló szakemberek foglalkoznak a diákokkal jól felszerelt nyelvi laborokban, külföldi tanulmányutakon, kirándulásokon. Végül sikeresen tehetnek alapfokú nyelvvizsgát. A német nyelvoktatás is biztosított heti 3 órában. Az itt szerzett tudás jól hasznosítható a szomszédos német nyelvterületen. A matematika a logikus gondolkodás alapja, ezért e tárgy oktatása iskolánkban több figyelmet kap, stabilabb alapokat készítve elő a továbbtanuláshoz. Ezt egészíti ki a két kiválóan felszerelt számítástechnika tantermünkben folyó informatika oktatás első osztálytól kezdve. Mindkét területen nagyszerű eredményeket értünk el, tanulóink számos versenyről tértek haza dobogós helyezéssel. Nagy figyelmet szentelünk a környezetvédelemnek is. E téren referencia iskolaként működünk, példaértékű jó gyakorlatok bemutatásával. 5. éve az ökoiskolai címet viseljük munkánk minősítésének eredményeként. Mára a 6000 négyzetméteresre nőtt csodakertünk, tanórák és tanórán kívüli tevékenységek színhelye. Vizes élőhely, őshonos gyümölcsös, zöldséges, fűszer- és gyógynövénykert, sziklakert, madártani tanösvény, védett növények megismerése válik elérhetővé a természetben, szabadtéri tantermünkben és zárt foglalkoztatónkban. Környezetünk felgyorsult ütemű pusztulása kötelez bennünket arra, hogy megtanítsuk gyermekeinket azokra az életvezetési modellekre, amelyekkel a földi élet katasztrófája elkerülhető, a fenntartható fejlődés biztosítható. 3., 4. és 6. évfolyamon egy hetes erdei iskolába visszük a diákokat, így szerzett tudásukat a gyakorlatban is megerősítik tapasztalásuk útján. A testi egészség érdekében első 3. évfolyamon ajánljuk a gyerekeknek heti 3-szori úszásoktatásunkat a városi úszodában. Kiváló alapokat ad a későbbi sportágak választásához. Egykori versenytáncosunk oktatja a kicsiket az elegáns, látványos, ám nem könnyű és sok figyelmet, kitartást igénylő testmozgásra. A foci a kicsik, a röplabda a nagyobbak, az aerobik minden korcsoport egészségének a megőrzését szolgálja. Lehet jógázni, csatlakozhatnak a búdósokhoz, és bár szellemi sport a sakk, ezt is választhatják a fiatalok. A napköziben a diákok nem csak másnapra készülnek. Szabad idejükben kézműves foglalkozásokon, színház és mozi előadásokon vesznek részt. Hagyományos programokat, klubfoglalkozásokat szerveznek. A beszéd problémával küzdőkkel, tanulásban lemaradókkal, logopédus, fejlesztő pedagógusok dolgoznak speciális eszköztárral, sajátos körülmények között. Az iskola könyvtára 10 000 kötetével, modern infokommunikációs eszköztárával várja a kutatni, kikapcsolódni vágyókat. Pedagógiai innovációnknak köszönhetően 13 tanteremben interaktív tábla segítségével folyik a munka, a kompetencia alapú nevelés és oktatás módszertani gazdagságával. A zeneiskola kihelyezett csoportjának is otthont adunk, megalapozva a későbbi hangszeres zenei képzést. Két alapítványunk az adó 1%-okból és az elnyert pályázatokból támogatja munkánkat. Lehet egy iskolának kiváló technikai adottsága, ha hiányzik belőle a szeretet, a törődés, a türelem, a megértés. Együttes jelenlétük a kis emberek felnevelésének zálogai. Egy vidám diákélet reményében kínáljuk mindezt azoknak, akik a Neumann iskolát választják, és várunk minden érdeklődőt, aki többet szeretne tudni közösségünkről.